A reggeli eligazítás után a diákok elkezdik a munkát, naponta 3 órát töltenek közösségi szolgálatosként. Nyíregyházán főleg a belvárosban és a turisták által kedvelt helyeken dolgoznak. Feladataik közé tartoznak például az útbaigazítás és a figyelemfelhívás is. Szórólapokat, térképet osztanak a turisták számára, amelyeken többek között értékeik megőrzéséhez adnak tanácsokat a rendőrségtől. Azért is segítség a diákok munkája, mert sokan beszélnek idegen nyelven, így a külföldről érkező turistákkal is tudnak kommunikálni. A tanulók a nyíregyházi szakképzési centrum intézményeiből érkeznek a rendőrséghez. Igazából egy osztálytársammal jelentkeztünk a rendőrséghez, mert hát úgy hallotta nagyon jó, és bementünk beszélni ott egy kapitánnyal, és hát azt hiszem ebben a beosztásban volt, és ő mondta azt, hogy akkor jöhetnénk Sósztóra vagy Kossuth térre, és mondta, hogy Sósztót ajánlaná, és akkor így ide kerültünk. Az akciót idén már 5. alkalommal szervezték a diákok számára, akik a bűnmegelőzési osztály szakembereivel együtt dolgoznak. Van, aki azért választotta a rendőrséget, mert rendészeti szakközépiskolába jár. Élvezem, amit hát tanulok, mert persze rendőrnek tanulok, és annak készülök, és hát ezért is. A rendőrség a nyíregyházi szakképzési centrum intézményeibe évközben is ellátogat, a diákok olyankor is tájékozódhatnak a turisztpoliszról. A tanulóknak kötelező az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése, enélkül nem érettségizhetnek. Ennek célja, hogy anyagi érdektől függetlenül a közösségjavát szolgáló feladatot lássanak el a középiskolások. Tanítási napokon 3 óra, tanítási napokon kívülieken pedig 5 óra lehet a közösségi szolgálat maximális ideje. Ennek pedagógiai oka van, ugyanis vizsgálatok szerint így hatékonyabb a munkavégzés, mintha tömbösítve pár nap alatt teljesítenék a közösségi szolgálatot.